Sziasztok! Ebben a részben a Mikrotik Routerboard 2011 UIAS RM tesztjét fogjátok látni. A jól ismert Mikrotik 2011-es router 600 MHz-es processzorral rendelkezik, valamint 128 MB RAM-mal. 5 darab gigabites Ethernet interfésszel, 5 darab 100 megabites Ethernet interfésszel, valamint 1 darab gigabites SFP porttal bír. Értemszerűen a tesztben a gigabites interfészeket fogjuk használni. Ha további információra vagytok kíváncsiak a mérési eljárásról, akkor nézzétek meg az ismertető videót. Akkor nézzük az első tesztet. Ebben a Mikrotik 2011-et switch üzemmódba fogjuk használni. Most fut a ping teszt. A minimum ping az 94 mikroszekundum, az átlag ping pedig 104 mikroszekundum. Most fut a TCP download tesztünk, ami 947 megabit, fut a TCP upload tesztünk, ami 948 megabit, fut az UDP download tesztünk, ami 968 megabit, és az UDP upload tesztünk, ami 974 megabit. Mindemellett a processzor terhelése maximum 10%-ra ment fel, de olyan átlagban 8% volt. Mikrotik 2011-et áttesszük switchből bridge üzemmódban, azaz kikapcsoljuk a hardware offloadot. A ping időnk egy kicsivel nagyobb lett, de elhanyagolhatóan 102 és 118 mikroszekundum. A sebességünk viszont kevesebb lett, 80% lett a 2011-nek a processzor terhelése. Emellett a TCP downloadunk 855 megabit, az uploadunk 850 megabit, 80%-os processzor terhelés mellett. UDP-nél pedig 60%-ig terheli ki a 2011-esnek a processzorát, 965 megabit, uploadunk pedig 786 megabit. Tehát ezért érdemes használni a Mikrotikben a hardware offloadot, illetve a switch chipet. Következő tesztünkben a rootolt forgalmat fogjuk megnézni, hogy a 2011 rootolása hogyan terhél a processzorát, és fut a speed tesztünk. TCP downloadunk 885 megabit 80%-os terhelés mellett, az uploadunk 40%-os terhelés mellett 888 megabit, az UDP downloadunk 68%-os processzor terhelés mellett 959 megabit, az UDP uploadunk 70%-os processzor terhelés mellett pedig 836 megabit per szekundben. A pingünk pedig 106 mikroszekundum lett minimum, és 126 átlagosan. Packet loss nélkül értük el ugyanezt. Akkor, hogyha tovább megyünk és bekapcsoljuk a Mikrotikben a natolásunkat, tehát most nem csak egyszerűen rútolunk, hanem natolást is alkalmazunk. Abban az esetben elindítottam a tesztet. A pingünk feljebb ment, 157 mikroszekundum volt a legkisebb, és 192 az átlag. 100%-on megy a Mikrotik 2011-nek a processzora, és a TCP downloadunk 391 megabit lett. Uploadban ugyanúgy 100%-on megy a processzor, és 401 megabit lett az uploadunk TCP-ben. UDP downloadunk ugye a nagyszabály miatt nem értelmezhető. UDP uploadunk pedig 100%-os processzor mellett 672 megabit per szekundum lett. Ezeket a méréseket fast track nélkül hajtottuk végre. Most bekapcsoljuk a Mikrotik 2011-ben a fast track connection-t, és ugyanezt a tesztet lefuttatjuk. A ping időnk egy nagyon-nagyon kicsit romlott, 160 mikroszekundum a legalacsonyabb, az átlag pedig 199 mikroszekundum. A Mikrotik ugyanúgy 100%-os processzor terhelés mellett
már 878 megabit per szekundumra képes downloadban, TCP uploadban pedig 881 megabit per szekundum. Ugye az UDP download nem értelmezhető nagyszabály esetén, az UDP uploadnál pedig szintén 100%-os processzor terhelésnél 562 megabit per szekundumot értünk el vele. A következő tesztünkben a MikroTik 2011-en egy L2TP szervert készítettünk, amit IP-szekkel használunk. Most megnézzük az L2TP szervernek a teljesítményét. Ha a pinget nézzük, akkor egész alacsony, 424 mikroszekundum a minimum, és 486 mikroszekundum az átlag. A TCP download 100%-os processzor terhelés mellett 27,3 megabit, TCP upload 90% fölötti processzor terhelés mellett 27,4 megabit. Az UDP upload elég érdekes, 25%-os processzor terhelés mellett 3,24 megabit per szekundum, míg az UDP upload 100%-os processzor terhelés mellett kereken 25 megabit per szekundum lett. Ezután nézzünk meg még egy olyat, hogy ha a MikroTik 2011-et szeretnénk speedtestként használni, tehát egy speedtest szerverként. Ebben az esetben a 2011 processzora ugye 100%-on pörög, TCP downloadba 206 megabit per szekundumot mér a speedtest program, tehát TCP uploadban 239 megabitet mér a speedtestünk, UDP uploadban 100%-os processzor terhelés mellett szintén 901 megabit per szekundumot, UDP uploadban pedig 792 megabit per szekundumot lehet a 2011-jel mérni, ha a belső speedtestet használjuk. Ez volt a MikroTik 2011 új IAS RM-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és nyomjátok meg a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!